Korábbi híradókban már beszámoltunk arról, hogy elkezdődött a vasaspálya mintegy 402 millió forintos összköltségvetésű fejlesztésének első üteme. A kivitelezőnek a régi öltözőblokk bontását időben sikerült elvégeznie, valamint az alapozás sem hátráltatta semmi, így hozzá tudtak látni a tényleges építkezéshez. Már a második emeletet, a második szintet építik, elkészült a födémszerkezet is, folyamatban van ez is, illetve a lelátónak a pillér szerkezetét építik az előttünk álló napokba. A pályán azonban nem állt meg a sportélet, a klub rengeteg segítséget kap folyamatosan a szülőktől is, hiszen a sportolók öltözési lehetősége nagyon beszűkült az építkezés miatt. Emellett néhány korosztálynál az edzések helyszínét is módosították. A gyerekek minden nehézség ellenére izgatottan várják az új létesítmény elkészültét, melyre európai szinten is büszkék lehetünk majd. A városunk létesítményei egyik szempontból jól állnak, ezek főleg a pályák száma és a pályák minősége jelzi, viszont a létesítményeink közel 70 évesek voltak, és bármennyire jó szándékúak voltak a felújítások, javítások, ma már a mai igényeknek nem megfelelő volt az a létesítmény, amit használtunk. Nagyon nagy örömünkre a központi segítség és a helyi önkormányzat messze menő támogatása lehetővé tette ezt a pályázati dolgunkat, és úgy érezzük, hogy reményeink szerint legalább még egy 70 év, következő 70 évre megoldja a sport ilyen jellegű igényét. Mert az aránylag egy nagyon jó állapot elő, és itt lesz még egy olyan, amit a szurkolóknak ilyen mozgáskor lehet. A tervek szerint az első ütemet szeptember 30-ára fejezik be, vagyis ekkor kerül szerkezet kész állapotba az épület. A második ütemre az önkormányzat a Marosmenti utánpótlás futballklubbal közösen pályázatot nyújtott be, melynek elbírálása hamarosan várható. Nyertes tender esetén az épületgépészeti és belső munkálatokkal folytatódhat majd a beruházás. A teljesen megújult komplexumot várhatóan 2017 elején fogják átadni a sportkedvelőknek.